A Dózsa-György úton a Szórád-Márton úti kereszteződés közelében javítják az útburkolatot a DVG ZRT munkatársai. Mint megtudtuk, tavaly óta számos változás történt ezekben a munkálatokban, amelyek mind az anyagi szempontok, mind a minőség alapján kedvezőnek bizonyultak. Tavaly ugyanis saját gépet vásárolt az önkormányzat, így most nem alvállalkozó, hanem a DVG ZRT dolgozói végzik a kátyúzást. Mondanék is egy pár adatot ezzel kapcsolatban. A 2020-as évben összesen 1100 darab lukat tömtek be ezzel a géppel. 2500 négyzetméter nagyságrend az, amit rendbe kellett vagy lehetett ezzel hozni, és közel 100 millió forintos megrendelés állománya volt ennek a gépnek tavaly. Tehát egy nagyjából egy 30%-os spóroltunk is ezzel az egész beruházással. Mezei Zsolt kiemelte, más előnyökkel is bír a saját gép használata. Előző években, amíg nem a saját cégünk csinált ezt a munkálatokat, nagyjából évente olyan 10-12 kátyukár keletkezett autónként, vagy a városi autókba. Ez összességében olyan 10-12 millió forintot is volt olyan év, mikor ki kellett fizetnünk kátyukárként. Ez az idei évben egy darab kátyukár volt. Mezei Zsolt kiemelte, a város átveszi az elvégzett munkát, és amennyiben szükséges, a DVG ZRT garanciális javításokat végez. Tavaly az ilyen munkálatok aránya még a 10%-ot sem ért el, ami mindenképpen előrelépés a korábbi évekhez képest, amikor alvállalkozó kátyúzott Dunajvárosban.